Kedves barátaim, először is szeretnék bemutatkozni. A nevem Nagy Gyuris Irina, de a Facebookon úgy találtok meg, akár a Google Pluson vagy a YouTube-on, hogy Irina Nagy Gyuris. Ez annak a következménye, hogy mikor férhez mentem, a román hatóságok azt kérdezték a házasságkötésünk alkalmával Aradon, miért Irenke, miért nem Irina, és erre ők saját maguktól beírták, Irina. Ettől kezdve én így szerepelek minden websájton, Irina Nagy Gyuris. De most nem erről akarok beszélni. Már gyermekkoromban megfigyeltem, hogyan főz nagymama, és miket használ. Ami a legfontosabb, hogy együnk sok zöldséget és gyümölcsöt. Kerüljük az olyan ételeket, amelyek nem egészségesek a szervezetre. Miért mondom ezt? Azért, mert nemrég, alig 4 évvel ezelőtt súlyos szívinfarktuson estem keresztül. Miután ez a dolog történt, igyekeztem megváltoztatni az étkezési szokásaimat. Megpróbáltam több gyümölcsöt és több zöldséget enni, de ez nem minden. A tojás az nagyon fontos, főleg reggel. Együnk lágy tojást. Hogy miért lágy tojást? Elmagyarázom. A lágy tojás először is egy nagyon jó protein a szervezetnek, amely nem káros és nem rendelkezik túl sok koleszterollal. Az reggelihez általában együnk zöldséget. Kevés húst, inkább vajat. A vaj, sajnos én Spanyolországban élek, és meg kell mutassam a spanyol terméket. Itt nincsen magyar vagy román termék. A vaj állandóan legyen természetes és só nélküli. Mert a só, amit beletesznek az ételekbe, egyáltalán nem egészséges a szervezetre. Miért? A só az általában megtartja a szervezetben a vizet, és ez nem jó. Akkor inkább együnk flor de sal, így nevezik a spanyolok, vagyis sóvirágot, egy kicsit sokkal drágább. Lehet, hogy nem mindenki tudja ezt megszerezni, mert nem jó. Nincsenek jó körülményeik, és nincsen elég pénzük rá. Én viszont mindig csak ezt használom. Miért? Ez a só nagyon szükséges a szervezetnek, mert ugye nem lehet só nélkül élni. És ez a só nem tartja meg a vizet a szervezetben. Hogy tovább menjek a dolgokhoz, a tej egy szükséges élelem. Ezen a dobozon azt írja entera. Ami azt jelenti, egész tej. Ha már nincsen a faluban, vagy a városban, ahol lakunk, a közelünkben tehénnel rendelkező személy, akitől vegyünk házi tejet, és a városban, blokkban, vagy egyéb helyeken lakunk, igyekezzünk inkább a piacon vásárolni tejet, mint az üzletekbe, de ha mégis csak üzletekben bírunk tejet vásárolni, egész tejet vegyünk, nem pedig olyat, amelyikből már mindent kiszedett a termelő. Kiszedte a tejföld, kiszedte a zsiradékot, kiszedett mindent. Folytatom a cukornak a bemutatásával. Ez a doboz cukrot tartalmaz. Amint lehet látni, rá van írva life, ami azt jelenti, hogy ez élet. Miért? Mert stévia kivonatot tartalmaz. A stévia az pedig nem káros a szervezetre, úgy mint az agyon feldolgozott cukor, és hogyha sok cukros dolgot eszünk, süteményeket és tésztákat, nem mondom, én is szeretem a süteményeket és a tésztát, de mivel, hogy szeretek kávét inni reggel, délben, este, én csak ezt a cukrot használom. Ez a cukor olyan édes, hogy nem kell belőle csak egy negyed vagy egy fél kis kanál egy kávéba. Kávét általában Nescafét használok. Ez a Nescafé német eredetű, lehet kapni a Lidl, a Carrefour, meg egyéb üzletekben. Azért jó, mert nem túl erős, és nem muszáj belőle sokat enni, sokat inni. Lehet megcsinálni úgy egy kávét otthon, hogy felöntsük annyi vízzel, hogy ne legyen túl erős. Elhiszitek, vagy nem, így is van eléggé nagy hatása. Vannak, akik szeretnek dzsemmet enni a reggelihez. Édesség, ugye, hiányzik néha az embernek.
Hát, ha mindenképpen dzsemet akarunk enni, vigyázzunk, hogy miért veszünk. Vegyünk olyat, amiben kevés a cukor, és erdei gyümölcsökből készült. Ami itt látható, málna, szeder és fekete ribizli. Ezek nagyon fontosak a szervezet számára. Azon kívül olyat válasszunk ki, amelyben kevés a cukor, és nincs konzervant. Mert a tartósítószerek nagyon-nagyon veszélyesek a szervezetre. Tehát inkább olyat válaszunk, amelyik nekünk nem káros, és megbírjuk enni nyugodtan, lelkismeret furdalás nélkül. A túró. A túró az nagyon fontos minden reggel, hogyha reggelizünk. Főleg a gyerekeknek adjunk túrót. A túró legyen általában friss. Legyen sótlan, mert a sózott túró már olyan anyagot tartalmaz, amelyik nem egészséges. Legyen naturális és pasztorizált. Hogy miért pasztorizált? Mert a nagyon száraz túró általában azért eléggé nehéz és sok zsír tartalmaz. Szerintem ezek a túrófélék sokkal egészségesebbek számunkra és a gyermekeink számára. Nagyon sok kalciumot tartalmaznak, és nagyon egészséges minden reggel egy kis kenyeret megkenni vele, de a kenyér általában, javaslatom, legyen barna. Barna, és főleg legyen olyan kenyér, amelyikbe többféle szemet daráltak be, többféle magvat, ami nagyon hasznos a szervezet számára. Azon kívül azt ajánlom, hogy kenyeret minél kevesebbet tegyünk. A kenyér ugyanis lisztből készül, és a liszt egyáltalán nem egészséges a szervezetre. Most megkérditek, vajon miért nem egészséges a szervezetre? Mert a belek nem tudják feldolgozni. Nagyon sokszor előfordul, hogy a beleken ott marad egy ragacsos anyag, amelyiket aztán nem pucolja ki a szervezet. Ahhoz, hogy egy kicsit érdekesebb legyen ez az egész előadásom, be fogom kapcsolni a zenét, hogy egy kicsit jobban élvezétek. Szeretnék valamit elmondani a tejfölről. Nagyon sokan azt tartják, hogy a tejföl az nem jó. Nem jó, mert a tejföl sok zsíradékot tartalmaz, ez részben igaz. De milyen tejfölt vásároljunk? Amint lássátok, ez a tejföl, igaz, hogy spanyol eredetű, 24%-os a zsíradék benne. Ez azért fontos, mert a tejföl lebontja a rossz koleszterint és megtartja a jót. Na már most, ha azt gondoljátok, hogy nem egészséges tejfölt enni, nagyon csalódtok. Reggel egyetek, de csak egy kanállal. Hogy miért egy kanállal? Hogy ne legyenek káros hatásai a szervezetre. Ez a tejföl meg fogja segíteni, hogy a szervezet jobban dolgozzon, és sokkal jobban tudsz kimenni, hogy elvégezd a napi problémáidat. Persze, nem akarok részletezni. Na, hát mostan arról fogok beszélni, hogy mit fogok én még ezen kívül beszedni, mielőtt elkezdek reggelizni. Vitaminokról és adalékanyagokról van szó, amelyek nagyon fontosak a szervezetre. Amint látjátok, itt az asztalon felhoztam egy rakás olyanféle dolgot, amit lehet, hogy nem is ismertek, de bizonyára ismertek néhányat. Egyik közülük a C-vitamin. A C-vitamin az nagyon-nagyon fontos a szervezetre. Miért? A C-vitamin nem csak, hogy lebontja a koleszterolt, de egészségesen tart egész évben. Nem, ha naponta szedtek, nem kapjátok meg a grippát, akkor se, ha az idő kellemetlenre fordul, nem lesz napos, hanem esős. És az embereknek 30%-a megbetegszik. Ti kibírjátok ezt úgy kerülni, hogy naponta beszedtek. Attól függ hányat. Ha 1000 mg-os C-vitamint vesztek be, akkor abból elég 2. Mikor viszont súlyos betegek vagytok és nagyon köhögtök, akkor jó lesz, hogyha naponta 4-5-öt is beszedtek. Ez a C-vitamin csak 500 mg-os, de én ebből naponta 6-ot szedek. 6-ot azért, hogy jó erőben tartson, és legyen annyi energiám, hogy végig dolgozzam a napot. Mikor az ember elmúlt 40 éves, akkor elkezdődnek az egészségügyi problémák. A nőknél a menopauza, ugye, azt mindenki tudja. Hát persze, ez létezik, és nem bírjuk letagadni, bármennyire is némelyik
személy próbálja ezt eltakarni. Ilyenkor a nők idegesek, nem csak idegesek, hanem sokszor érzékenyek mindenféle mondatra, ezért a családban sokszor veszekedések törnek ki. Mi a probléma? Az, hogy ebben a korban elkezdődik az aminó lebontása a szervezetből. Az aminó viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a szervezet jól működjön. Ezért azt ajánlom, aki már elmúlt 40 éves, és elkezdődnek ezek a problémák, naponta, reggeli előtt ígyomóra szedje be ezeket az aminókat. Nem olyan nagyon drága, meg lehet venni az interneten. És egy ilyen dobozban nagyon sok van, amelyik hónapokig elég. Én már évek óta szedem, és azt kell mondjam, hogy nagyon meg vagyok elégedve a hatásával. Hogy minek köszönhetem, hogy élek? Hát ennek. Ezt úgy nevezik Q10-es koenzim. Ezt minden országban meg lehet találni, minden patikában meg lehet venni. Ha nincsen nagy patikában, akkor meg lehet venni a biopatikákban, mert ez mindenütt létezik. És nem olyan nagyon drága. Na már most, akik szívbajon estek keresztül, és megmaradt nekik egy olyan nehéz helyzet, hogy szív elégtelenségben szenvednek, feltétlenül kezdjék el szedni. Mikor a második szívinfarktuson keresztül estem, a szívem csak 37%-ban működött. A színuszjel szinte egyenes volt, minden orvos lemondott rólam. Hatan vizsgáltak meg, mind a hat orvos azt mondta, hogy nem élek csak 24 órát. Azóta eltelt 4 év. Nagyon jó egészségben vagyok, alig egy hónapja csináltam meg újra az összes vizsgálatokat, és az eredményeim nagyon jók voltak. A szívem teljesen regenerálódott, még azon a részeken is, ahol az izom el volt halva, fölül és alul. Ez csodálatra méltó, és az orvos meg is mondta. Én vagyok egy élő csoda. Hát én is csodának tartom. De ezt nem csak az orvosnak köszönhetem, mert az orvos, amit adott orvoságokat, egyáltalán nem segítettek. Elvették az erőmet, alig bírtam 5 métert menni anélkül, hogy megtámaszkodjam a falhoz. Akkor a lányom látta, hogy kínlódok és szenvedek, azt mondta, anyám, hagyjuk ezeket a mérgező orvosságokat, mert mindegyiknek van mellékhatása. A legjobb, hogyha átérünk naturális, természetes anyagokra, amelyek segítenek és tényleg helyrehoznak. Az életemet ma nem csak az orvosoknak köszönhetem, hanem azoknak a személyeknek, akik mindenféleképpen segítettek, elsősorban a nagyobbik lányomnak. Mert a nagyobbik lányom most, hogy nincsen itt, újból Aradon lakik, mégis interneten keresztül, meg telefonon is utasításokat ad, mit tegyek, hogyan viselkedjek, és megszerzi nekem azokat a fontos orvosságokat, vagyis mellékhatás nélküli gyógyszereket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy nem csak életben maradjak, hanem legyen erőm dolgozni. El kell mondanom, hogy október 19-én leszek 70 éves. 70 éves korban még mindig dolgozok, és miért? Azért, mert úgy érzem, sokkal jobb dolgozni és ellátni saját magamat, a saját pénzemből élni, mint hogy azt várjam, hogy valakinek a terhére legyek, és valakinek sokkal nehezebb életet biztosítsak, mert engem is el kell tartson. Mert csak gondoljátok meg, nem mindenki gazdag ma, nem mindenki bír áldozatokat hozni, nem mindenki bír pénzt adni arra, hogy kifizesd a saját villanyszámládat, hogy megvedd az autódhoz a motorinát vagy a benzint, vagy hogy egy olyan életet élj, hogy bírjál menni kirándulni, bírjál menni néha egy külföldi túrára, mert azt én nagyon szeretek, és ezért van az én YouTube csatornámon a legtöbb videó az én utazásaimról. Mert hogyha utazni akarsz, vagy autót vezetni nagyobb távolságon, akkor a legjobb, hogyha beszeded ezeket a dolgokat, és visszaadja neked a teljes energiádat. Alive. Ez, ami azt jelenti, hogy élet. Igen, ez csak ugyan fontos. Természetes anyag nincs semmi köze az igazi orvoságokhoz, mert nem tartalmaz káros anyagokat. Ez az adalékanyag megint nagyon fontos azoknak, akiknek már a harmadik korban járnak, és nincsenek meg az erejük. Nincsen az ahhoz erejük,
hogy éljenek, vagy nincsen ahhoz erejük, hogy elvezessenek egy autót, mondjuk 300 kilométert. Ne, én még mindig könnyű szere elvezetek egy autót, még talán 400 kilométert is. Nincs semmi problémám, mert reggel ezeket a dolgokat beveszem, és utána egész nap jókedvű vagyok, nem fáradok, és elbírom vezetni az egész háztartást, kertelést, állatokat nevelek, azon kívül locsolok, vízmedencét tisztítok, és minden egyebet. A felvételeken kint az udvaron tartunk azért, hogy legyen több fény, ugyanis a szobában nincsen elég fény. Ezért meg akarom mutatni, hogy mi az, amit még szedek. Ez is egy aminóféle, amely Amerikából származik, és nagyon jó. Ebből nagyon sok van benne, és ezekből nem kell szedni naponta, csak 3-4 reggel. Hogyha ezt beszeded, ajánlom, hogy reggeli előtt vedd be, és ne azonnal egyél, hanem várd ki, amíg a hatása elkezdődik. Körülbelül 30 percet kell várni, utána nyugodtan lehet reggelizni. De ezt a 30 percet ne ülve tartsad, hanem menj el és dolgozz valamit, ha pedig nincsen munkád, egyszerűen sétálj. Van egy kutyusom, amelyel minden reggel és este sétálok körülbelül 20 percet, fél órát, mert ez egészséges neki is, meg nekem is. Tehát azt ajánlom, szedjél aminót. Fontos. A magnézium. Amint lássátok, ez magnézium gold. Ezt is az internetről szerzem be. Miért szerzem be az internetről ezeket az adalékanyagokat? Ezeket az adalékanyagokat az interneten sokkal olcsóbban meg lehet venni, mint a patikákba. Rájöttem, hogy például itten nálam, Estepónában, ahol lakok, Spanyolországban, egy csak 30 darabos C-vitamin 18 euróba kerül, míg én egy 150 darabosat megveszek 12 euróért. A magnézium szintén nagyon fontos a szervezetnek. A magnéziumot viszont ne reggel szedjük be, hanem este. Miért? Mert olyan hatása van, hogy az ember elálmosodik, és le kell feküdjön. Én az igaz, hogy későn fekszek mindig, és nagyon korán kellek. A szervezetnek nagyon fontos, hogy legalább 6 órát aludjon egy éjszaka. Ha ezt nem bírod megtartani, akkor a legjobb, hogyha szépen délután is lefekszel egy fél órát. Ez éppen elég arra, ez az idő, hogy teljesen rendbe jöjjél, és teljesen elmúljanak a fáradtsági pillanataid. Magvak. Ez itt dió. Sajnos a házban, ahol lakok, nincs lehetőségem, hogy diót termesszek. Bár ahol laktam azelőtt, Arad megyei Kladova faluban, ottan nagyon sok diófám volt, és rengeteg diót szedtem össze minden évbe. Azon kívül az erdei gyümölcsöket is mind összeszedtem, és abból eltettem plastik zacskókban a mélyhűtőbe, és egész télen volt friss gyümölcsöm. Miért fontosak a magvak? A magvak nem csak az emésztéshez fontosak, hanem a szervezet igényli. A dió, a mogyoró, pláne a mandula nagyon fontosak. Azon kívül ajánlanék más magvakat is, de sajnos nekem most pillanatnyilag csak ez van itthon, meg kajszínmag. A kajszínmag nem akármilyen a legjobb. Szerintem a keserű kajszínmag a legjobb. Miért? A keserű kajszínmagnak nagyon jó hatásai vannak a szervezetre. És mivel, hogy van itthon, meg is fogom mutatni. A keserű kajszínmag az ciánt tartalmaz. Persze most azt mondjátok magatokba, ez a hülye nő mit akar minket? Ciánnal akar megmérgezni? Ó, emberek! Nem akarlak benneteket megmérgezni. Minden méregnek van gyógyhatása is, hogyha bizonyos mennyiségben szeditek be. Még a vipera méregnek is. Nem tudom most pontosan milyen hatása van, de egy biztos. Ez a keserű mag nagyon fontos a szervezetnek. De ne szedjünk be éjgyomóra, és naponta csak 5-8 szemet szedjünk be. Ezt a módszert körülbelül egy hónapig tartsuk, utána álljunk le. Miután leálltunk egy hónapot, újból elkezdhessük, és garantáltan sokkal jobban fog a szervezet működni. Majd az interneten és a Wikipédián meg fogom nézni, hogy mik a pontos hatásai. De ajánlatom, mai ajánlatom, a magvakat ne felejtsétek ki az élelemből. Naponta egyetek magvakat, bármilyet, mert nagyon fontos a szervezet számára. A kurkuma. Nagyon kevesen ismerik. Nagyon kevesen ismerik, mert tulajdonképpen a hazája Arábia. Én marokkói üzletekből szerzem be. Ez
rendkívül fontos a szervezetnek. Meg lehet reggel éjgyomorra keverni egy kis túróval, egy-két kanál maszlina olajjal, vagyis olívaolajjal, és hozzáteszünk egy-két kanál, vagy három kanál, talán egy egész doboz friss tehéntúrót is. Miután ezt jó megkeverjük, utána megesszük éjgyomorra. Ez nagyon hatásos mindenféle betegség leküzdésébe és a jó egészség megtartásába. Tehát ajánlom, vásároljatok kurkumát a bióüzletekbe, mert nem drága. Én 1 euróért szerzem be, ami lehet, hogy nálatok csak néhány forintba kerül, vagy néhány lejbe. Azokról beszélek, akik Erdélybe laknak, mert én Erdélyből származom, és most is tartok nagyon a hazámhoz. Bár nem tagadom, van dupla állampolgárságom, román és magyar, ezért nagyon szívesen utazok Budapestre is. Ha akarjátok megnézni a magyar csatornámat, keresétek Irénke Nagy Gyuris csatornáját, ahol nagyon sok szép magyar videót találhattok. Ez egy darab kenyér. Miért szeretem ezt a kenyeret? Azért, mert ebben mindenféle magvak vannak. És barna. Nagyon barna. Íme. Így néz ki. Na, ez persze nem mindegyik üzletben található. Lehet, hogy ott Budapesten, vagy a magyar vidékeken, sem Erdélyben ez a típusú kenyér nincs. Ez spanyol kenyér. Én ezt szeretem a legjobban. Miért? Azért, mert nem csak egészséges, de nézzétek meg, milyen puha. Ezt a puhaságát napokon keresztül megtartja. Bár ezek a kenyérek olyan kicsik, hogy egy ilyen kenyér nincs több, mint 100 gram, vagyis 10 deka. Ezt a 10 dekát viszont ne együk meg egyszerre, hanem osszuk be kétszerre. Ez sokkal jobb a szervezetnek, ha nem tömjük meg kenyérrel, mert lisztes. És minden, ami lisztes, az káros a szervezetre. Ha már mindenáron káros szokásaink vannak az étkezésben, és nagyon szeressük a töltött káposztát, a sült húsokat, a kolbászt, a csirkepaprikást, meg kell vallanom, én is nagyon szeretem. De nagyon keveset teszek belőlük, miért? Mert nem jó a májnak. És a máj az egyik forrása az összes betegségeknek, a máj és az epe. Tehát, hogyha mindenképpen szeretünk jó lenni, ajánlom, vegyétek ezt a terméket, meg lehet szerezni az interneten, vagy a bióüzletekbe. Ez kitisztítsa a májat és az epét. Én naponta 2-szer szedek be 3 darabot, de lehet többet is, mert nincsenek semmiféle káros hatásai. Tehát ajánlom, Himalaya Leaf 52. Hogyha ezt megbírjátok szerezni, azok is, akik májbetegek, visszajön az egészségük. És hogyha nem cukrot használtok az élelemben, hanem stévia kivonatot, annyira lebomlik a cukor a szervezetből, hogy teljesen megszűnik a diabetesz. Ezt onnan tudom, hogy a volt férjemnek másodfokú diabetesz betegsége volt, nagyon súlyos, a lábai már megdagadtak, elkezdtek sebekből folyni, nem bírt járni, folyton panaszkodott, képtelen volt dolgozni, és koncentrálni a munkájára. A lányom ezt ajánlotta neki is, és nekem is. Azóta ő is szedi, a cukra teljesen lebomlott, és ma már nincs diabetesz betegsége. Tehát ajánlom, szedjétek, mert nagyon jó. Azon kívül, amit minden üzletben és minden piacon meg lehet találni, a kapor. Sajnos nekem kapor az most nincs itthon. Nem sokan tudják arról, hogy a kapor lebontja a szervezetből a cukrot. Hát miért mondom ezt? Azért, mert már nagymamától tudtam ezt a dolgot. Nagymama nagyon sok kaporlevest készített. Én nagyon szeretem a kaporlevest, és nagyon egyszerű elkészíteni. A kapor pont úgy lebontja a cukrot a szervezetből, mint ez a Himalaya Leaf 52-es. Tehát fogyasszunk sok kaprot. A kapor, azt be lehet tenni a friss savanyúságokba, salátákba, bele lehet tenni a túróba, amelyet reggel a kenyére kenünk, de lehet használni mindenféle egyéb dolgokhoz is. Például, aki szereti a sós túrós rétest. Én nem készítek. Nem készítek, mert lisztes. És általában kerülöm a lisztes dolgokat. De a sós túróba keverjünk bele egy kis kaprot. Meglátjátok, sokkal finomabb lesz. Sokkal finomabb és sokkal egészségesebb. Mai ajánlatom az olívaolaj. Az olívaolaj, de nem mindegy, hogy milyen.
Ez egy spanyol termék, rendkívül jó. Rá van írva Virgen Extra. Na most ez mit jelent? Az, hogy ez tényleg olyan bogyókból van kipréselve, ami naturális és nagyon egészséges, hogy ilyet használjunk a főzéshez kis mennyiségben, mert nem hízlal. De amelyiken nem írja, hogy Virgen Extra, nem éppen olyan jó. Miért? Mert azokban már mindenféle adalékanyagokat belekevernek. Ilyen olajat lehet kapni többféle minőségbe. Én nagyon szeretem a világos színű olajakat, amelyek nem olyan intenzív ízűek, de szeretem a sötét színűeket, amelyek intenzívek. Tehát mindenképpen egy olívaolaj legyen Virgen Extra. Amerikai termék ez is, de meg lehet szerezni, én például Portugáliából szerzem meg, amint lássátok, azt írja rajta Super Fat Burner, ami azt jelenti zsíradék lebontó. Na már most, ha minden áron akarunk fogyni, ez azoknak az esetében áll fent, akik túlsúlyosak, vagy a sportolók, akik szeretnek csinosak, fittek lenni, akkor ők szedik, és én is szedem. Miért? Naponta csak 3-at. Nincsen semmiféle mellékhatása. Lebontja a zsíradékot, és lebontja a kövérséget az emberi testből. Akkor, mikor az ember túleszik olyan dolgokat, amik nem egészségesek, sült húsokat, zsíros dolgokat, az mind-mind oda vezet, hogy egy idő után elhízik. A kevés mozgás is meghízlal. Tehát azért javaslom, hogy naponta sétáljunk. Ha nem bírunk sétálni, akkor pedig csináljunk valami olyan dolgot, amelyik lebontja a szervezetünkből a zsírt. Miért? Mert a zsír, a káros zsírok, azok a vérbe lerakódásokat okoznak. Ezek a lerakódások idővel elkezdenek folyni az ereinkbe, és felmennek a szívhez. Egyik oka ezeknek a zsíroknak a szívinfarktus. Na már most én tudom, szívinfarktus nagyon súlyos betegség. Nagyon-nagyon nehéz elviselni. Olyan fájdalmakkal jár, hogy nem bírsz megmozdulni egy pillanatra se az ágyba. Mikor a második szívinfarktus kaptam, láttam, hogy a lányom ott sírdogál az ágyam mellett. Nem bírtam mozdulni, mesztelenül feküdtem, csak egy lepedő volt rajtam. Mindenféle készülékek voltak rám rakva. Ezek a készülékek biztosították, hogy ne halljak meg. Legalább 24 órát, mert csak ennyit adtak az orvosok. És a lányom tudta. Kérdeztem tőle, hát te miért sírsz? Azt mondja, anyám, te nem tudod, milyen állapotban vagy? De mondom, tudom. De ne sírj, ne félj, élni fogok. Mert erős vagyok, és élni szeretek. Azon kívül Isten is velem van. Akkor ő nem volt ebbe biztos, hogy csak ugyan meg fogok gyógyulni. És ime itt vagyok. 4 év telt el, és a lányom most azt mondta nekem. Anyám, ilyen szervezettel te még 100 évig is elérhetsz. Hát szeretnék annyit élni, mint Erzsébet királyné, az angol királynő. Nagyon nagy tiszteletem van számára, csak éppen az nem tetszik benne, hogy nem adja végre át a trónt a fiának, és az is már idős ember. Mert ugye ő nem csak Anglia, hanem Gibraltárnak is a királynője. És én nagyon szeretek Gibraltárba járni, mert ez egy nagyon kellemes ország, ahol legalább 12 különböző nemzetiségű ember él békében. 6 féle vallási közösségek vannak, mindegyiknek van temploma, és egy nagyon szép kis ország. Azon kívül Gibraltár nem csak a turistán kedvenc látogató helye, hanem a majmok is nagyon szeretnek ott élni. Fent a Gibraltár hegyen nagyon sok majmot lehet látni, amelyek szabadon élnek. Ez egy természetes rezervátum. Ha arra jársz, akkor feltétlenül menjél fel. A felvonó nem kerül csak 10 euróba, amit akárki kibírhat. És nézzétek meg a szabadon élő majmokat. Ezek a majmok még az arab idők alkalmával, mikor hajók közlekedtek Arábia és Gibraltár között, bekerültek az országba, és ott elszaporodtak. Ezek nagyon kellemes látvány, amikor a turistákhoz közelednek, némelyiknek felugranak a vállára, és
Le lehet őket fényképezni és filmezni. Aranyosak, de aztán néha veszekedősek is. Azon kívül ajánlom, nehogy próbáljatok magatokkal vinni élelmet, mert a majom azon kívül, hogy nagyon szeret enni, lopni is szeret. Ezért ki fogja lopni a zacskót a kezetekből, és megeszi az ennivalótokat, anélkül, hogy észrevennétek, mert nagyon ügyes tolvajok. Tehát ajánlatom, Fatburner és Gibraltar. Mostan a gyümölcsökre került a sor. Nagyon sokféle gyümölcsöt szeretek. Ebben a pillanatban nekem csak görög dinnye, sárga szilva és egy úgynevezett paraguayos nevű gyümölcs van, amelyik hasonlít az őszi barackhoz, de sokkal finomabb, nagyobb a cukortartalma. Most mi a fontos? Hogy a paraguayos vagy barackfélékből ne együnk naponta sokat. Egyet, maximum kettőt. Miért? Mert éppen pontosan azért, mert nagyon nagy a cukortartalma. Viszont szilvafélék. Ez egy ringlóta, vagy sárga szilva. Ezt lehet kapni majdnem mindenütt, és szinte egész évben. Ez nagyon megsegíti a szervezet jó működését, és eliminál olyan dolgokat a szervezetből, amire persze nincs szükség. Nagyon sok ember, mikor a nyugdíjkorba kerül, akkor elkezd üldögélni. Már nem kell dolgozzon, örül az életnek, ezért nem sokat mozog. Ül a televízió előtt, és napokig nem csinál semmi mást. Esetleg főz egy kicsikét, itt-ott még el van, de este újra a televízió. És ez azt jelenti, hogy fel fog rakni kilókat, és székrekedést kap. Na már most, a székrekedés legjobb ellenszere a szilva. Nem csak a friss szilva, hanem az aszalt szilva is. Az aszalt szilva. Az aszalt szilva nagyon fontos, ezért azt ajánlom, azok, akik székrekedéssel küszködnek, és egy idő után aranyeret is fognak kapni, sőt, meg lehet, hogy még bélrákot is, ami nagyon veszélyes. Szinte kezelhetetlen, csak vágással lehet eltávolítani. Ez viszont nagyon kellemetlen. Olyan kellemetlen, hogy a legtöbb ember nem is vállalja. De aki vállalja, az nagyon nagy nehézségeken megy keresztül. Hogy ne legyen aranyerünk és ne legyenek székrekedéseink, a legjobb, hogy naponta 4-5 darab aszalt szilvát eszünk meg. Kedves barátaim, szívesen veszem, hogyha hozzászóltok a videóhoz, akármilyen tanácsot, vagy akármilyen hozzászólást elfogadok, akár jó, akár rossz, még hogyha elküldtök valahova is. Hát, azt nem nagyon szeretem, ezért ezeket a hibás, számomra nem kellemes hozzászólásokat bizonyára el fogom távolítani. De nagyon szívesen veszem, hogyha érdeklődtök a munkám iránt, mert akkor továbbra is fogom folytatni, és más videókat is fogok készíteni az élelmezésről. Keresétek fel a Facebook grupomat, amely arról szól. Ce mâncăm? Ez románul van. Mit együnk? Magyarul. Vagy spanyolul. Que alimentos consumamos? Mert ezek a dolgok ott meg fognak jelenni. És meg fog jelenni nagyon sok cikk arról, hogy hogyan étkezünk jól. Hogyan étkezzünk mindenféle probléma nélkül. Hogyan érjük el a kívánt súlyunkat mindenféle túlsúly nélkül. Mit kell tennünk ahhoz, hogy sokáig éljünk. Mit kell tennünk ahhoz, hogy legyőzzünk bizonyos betegségeket. És mit kell tennünk ahhoz, hogy az életet élvezzük, és ne a szenvedéseknek éljünk. Köszönöm a figyelmet. Mostan búcsúzom, legközelebb a zöldségfélékről fogok beszélni, mert azok nagyon fontosak a tápszerekbe. Minél több zöldséget viszünk be a szervezetbe, annál tovább élünk. Most búcsúzom a viszont hallásra, a viszont látásra. Szeretettel mindenkinek, aki jól akar élni.